Elképesztő ütemben drágultak az élelmiszerek tavaly óta. A kenyér 80, a tojás 79, a sajt 76, a tészta 66, a margarin 58, a baromfi hús és a tej pedig 48%-kal került többe. Az italáruk kivételével minden nagyon drágult. Egy-két termék van, például most a trappista sajt van, aminek csökkent az ára, de ez ritka. A híradónk által készített utcai körképből az derült ki, hogy az emberek tudatosabban vásárolnak és jobban megválogatják, mire adnak ki pénzt. Erre szükség is van, hiszen 12 hónap alatt összességében 44%-kal emelkedett az élelmiszerek ára. Hát majdnem mindegyik duplája. Legyen az akármit tudom, ilyen papír, bármi, az mind a duplája. De a több is. Ez nagyon sok. És hogyan igyekszik spórolni? Hát tudunk azért. Jobban megnézem, mit veszek. Más nincs. A KSH adatai szerint 2022. decemberében 24,5% volt az infláció. Az egész tavalyi év átlagát tekintve pedig 14,5% volt a pénzromlás mértéke. A magas infláció miatt egyre többet kénytelenek költeni az emberek, miközben egyre kevesebb termék kerül a kosarukba. Inkább az olcsóbb márkákat választják, és aktívan keresik az akciókat. Meg lehet azért élni. Csak ez a háború tényleg nagyon meg kéne állni. Már béke kéne. Megegyezések nem állandó, mert ezt teszi tönkre az egész világot. A Color TV által megkérdezett szakértő szerint az árszínvonal emelkedés nem lehet egyetlen okkal magyarázni. Ez egy összetett és hosszabb folyamat, amelyben sok tényező játszik szerepet. Ilyen például a nyersanyagárak emelkedése, az ellátási lánc okozta nehézségek, a keresleti és kínálati egyensúly felborulása, a növekvő szállítási költségek és az energiaválság hatása. Igazándiból, hogyha bármelyik helyzet megoldódik, tehát egy megújuló energiaforrás, vagy az értékesítési logisztikai láncok helyreállása, ha például bármi változás ebben a szankciós politikában átalakítják, módosítják, akkor már annak is érzékelhető lenne a hatása. Ugye alapvetően az a gond, hogy ezt a fogyasztók az élelmiszerekben érzik a legjobban a mindennapi bevásárlásaink során, és ez nagyon rossz hatással van ránk. Én azt gondolom, hogy ha már az energiaárak elmozdulnak, ha már az energiaárak változnak, akkor az egyértelműen érezhető majd az élelmiszer árakban. Dr. Hajdú Noémi szerint kell egy átfutási idő, mire érzékelhető lesz bármiféle változás a piacon. Ahhoz, hogy az infláció az év második felében mérséklődjön, egyaránt szükséges az energiaárak normalizálódása és a forint erősödése. Hozzátette, az infláció fogyasztásra gyakorolt hatását kollégájával vizsgálva arra jutottak, hogy az élelmiszerek drágulása miatt előtérbe került a pénzügyi tudatosság, és csökkent az élelmiszerpazarlás.